A Táncsics iskola énekzene tagozatos kisdiákjai már énekelve érkeztek ma délelőtt a Szabadságtérre. Hagyomány, hogy a Zenevilágnapja alkalmából az iskola közös éneklésre invitálja a város nagy csoportosait, akiket Rimóczi Gábor igazgató is köszöntött. Nagyon örülök neki, hogy a Zenevilágnapja alkalmával már nagyon-nagyon régóta tudunk egy kis közös éneklést tartani, hisz a zene, az ének a legősibb kommunikáció, a legrégebb óta használjuk, és tőle függetlenül, hogy életkorban, vagy esetleg nyelvtudásban változunk-e, de a zene és az ének az mindig megmarad nekünk. Nem kellett sokat várni, a köszöntő után szinte azonnal belekezdtek a rekordhosszú kígyó megalkotásába. Először az óvisok csak füleltek és nagyon figyeltek, majd ők is csatlakoztak a körhöz. Majd a táncsicsos diákok megmutatták a kicsiknek, milyen szépen is tudnak énekelni. Majd az óvisok az aranykapunát bújva indultak vissza az intézményekbe. Itt van!